legyen a karácsonyfa stílus tanácsadónk, hogy mikor szép a, egy karácsonyfa. Mikor szép? Hát amikor szép dús, és gyakorlatilag hát olyan, amilyennek kell lennie, ahogy lerajzolják. Mint a szép hölgyek. Honnan érkezett, ha szabad kérdezni? Én Berzencéről, Somogy megye. Somogy megyéből jöttem, Berzence, Csurgó és Nagyatát között van egy falu, két város között, onnan jöttem. Onnan hoztam a fát, saját fám, mint több fajta. Norman ezüst luc, ármegegyezés szerint. Piacon vagyunk, lehet alkudni. Na, hát akkor alkudjunk egyet. Én ezért adok 1500 forintot. Én meg hármat mondok. Hármat? És te? Ezért? Igen. Te mit mondasz most? De hát ez valljuk be, hogy ez azért nem annyira szép, tehát... Azért mondtam hármat. Most mit mondasz te az 1500 után? Már így a hálón keresztül látom, hogy azért odaadnám a 3000 forintot, de azért ezért egy kicsit azért túlzás. Azért én elkérném a hetet is. I'm wasting my time selling Christmas trees. They're only 20 quid, won't you buy one please? But they're not shifting. And I wonder. Mi a helyzet a rondafákkal? Rondafákról nem nagyon tudok beszélni, mert egyszerűen azt nem engedhetem meg magamnak, hogy olyan fákkal jöjjek a piacra. Nem szeretem személy szerint az, ami nagyon tömör gyönyör, például ott azt én nem vinném el magamnak hazára, mert nagy helyet foglal el. Csúnya fát is el lehet adni, mert az is kell. Van olyan vevő, aki kimondottan csúnya fát vesz, sőt, a féloldalas fát is elviszik. Tud mutatni egy ilyet? Tudom. Hogy ne tudna. Ez egy kimondottan csúnya fa. De hát szerintem ugye azért formás. Formásnak formás, csak kicsit csúnya. Különleges kérések karácsonyfával kapcsolatban. A féloldalas a plazmafa. Tehát mi azt hívjuk, keresnek? Mi azt hívjuk, van, persze, van, aki azt keresi. Mi azt hívjuk plazmafának, mert olyan, mint a plazma TV, hogy olyan kis helyen elfér, olyan vékonyka, és nagyon jól mutat a fal mellett, és nem foglal a panelba például sok helyet. Például ma reggel volt egy olyan fát, hogy le kellett az egyik felét baltával vágnom. A féloldalas fa kellett a falra föl. Azt kérte a kedves vevő, hogy vágja le baltával a fél oldalát. Oldalát, mert fél oldalas fa kellett neki. És megtette jó szívvel. Természetesen. Mi a helyzet a csúnya fákkal? Vannak csúnya fák. Csúnya fák nincsenek. Minden fára van vevő. Van amelyik olcsó fa, van amelyik drágább fa. Minden fának megvan a gazdája.